Az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszussal párhuzamosan és ahhoz kapcsolódva szeptember 4-e és 8-a között Budapesten tartották az Európai Keleti Katolikus Püspökök éves találkozóját. A tanácskozás témája, szinodalitás és eukarisztia meghatározta az előadásokat és a jelenlévő keleti püspökök közötti beszélgetéseket. A találkozóra Ukrajnából, Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Belarusból, Bulgáriából, Horvátországból, Görögországból, Dél-Itáliából, Romániából és Örményországból érkeztek a keleti katolikus egyházak képviselői, de József Apszi Melkita pátriárka vezetésével jelen voltak az antiókiai Melkita egyház képviselői, valamint a szír katolikusok európai szorványközösségeinek küldöttei is. A különböző helyekről és sokszor nagyon eltérő élethelyzetekből érkező püspököknek a tanácskozások, a kötetlen eszmecserék és a különböző találkozások során lehetőségük nyílt arra, hogy megosszák problémáikat és reménységeiket, a nehézségeket és az olykor előforduló ellentmondásokat is, melyekkel szolgálati helyükön napról napra megküzdenek egyházuk pásztoraként, a hit megélésének és az evangélium hirdetésének mindennapi feladataiban. A találkozó liturgikus nyitó ünnepsége a Rózsák terei görögkatolikus templomban tartott előesti vecsernye volt. Ezt az alkonyati istentiszteletet és a további kiemelkedő szertartásokat élőben közvetítette a görögkatolikus médiaközpont Facebook és YouTube csatornáin. Szeptember 5-én vasárnap 10:30 kezdődött az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának hivatalos megnyitója a Szent Máté Kulturális Központban Budapesten. Elsőként a házigazda Kocsis Fülöp metropolita köszöntötte a jelenlévő 25 püspököt és a velük érkezett 36 papot, teológust, kísérőt és ismertette az olasz nyelven folyó konferencia programját. Ezt követően Michel August Blum apostoli nuncius, majd Erdő Péter bíboros mondott köszöntőt. Michel August Blum Magyarország apostoli nagykövete a megnyitón azt hangsúlyozta, hogy az eukarisztia minden nap egységre hív. Az apostoli nuncius arról is beszélt, hogy az európai kultúra sajnos elvallástalanodik, csupán arra törekszik, hogy senkit se sértsen meg. A találkozón résztvevő püspöktársait arra bátorította, hogy mindig kérjék a Szentlélek segítségét és megerősítését hitükben, az együttgondolkodásban. Úgy ébredjünk minden nap, hogy hivatásunk, az Atyához tartozásunk egyre erősebb. Ehhez a Magyar Katolikus Egyház egyik legerősebb harcosát, Mindszenty József bíborost állította példaként, aki nem hajtott fejet a kommunista diktatúra előtt, és akinek emléke a kommunista diktatúra megszűnése után is fennmaradt. Erdő Péter bíboros felidézte, hogy az európai görögkatolikus püspökök első találkozóját 24 éve Keresztes Szilárd püspök kezdeményezésére tartották meg hazánkban, Nyíregyházán, a hálaadó liturgiát pedig Mária Pócson végezték. Kitért arra is, hogy ekkoriban sok keleti egyház az újjászületés, újjászerveződés évtizedét élte a kommunizmus bukása után, valamint számos konfliktus adódott a helyi ortodox egyházakkal is az identitás megőrzésének kérdésében és a nacionalizmus megerősödésével is szembe kellett nézniük. A megnyitó után megkezdődött az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozója, melynek első felszólalója Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke volt. A bíboros azt mondta, segítenünk kell a híveket, hogy az egységre törekedjenek, hogy a közösségeink ne csupán világi, gazdasági alapokra épüljenek, hanem elsősorban Istenre, a szeretetre. Az elhangzott előadásokról Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspöktől kértünk beszámolót
értékelést. Szinodosz egyfajta együttjárást, együttlépegetést jelent, az út együttes megtételét, és a keleti egyházak híresek arról, hogy egyházkormányzatukban, az egyházi élet irányításában szinodális döntéseket hoznak, szinodális vezetést alakítanak ki. Ezekről a témákról beszélgettünk itt a görögkatolikus európai püspökök találkozóján, amely 24 évvel az első találkozó után és 2 évvel a legutóbbi találkozónk után már rendkívül sürgős és aktuális volt. Püspökök hozzák magukkal saját otthoni kérdéseiket, problémáikat, megoldási javaslataikat, de egyúttal egy nemzetközi eukarisztikus kongresszus helyszínén találkoznak azokkal az újabb témafölvetésekkel, amelyek akár a kongresszussal, akár a jelen helyzettel kapcsolatban ezükbe jut. A bevezető elmélkedések, köszöntések után tulajdonképpen 3 olyan előadást hallgattunk meg, amelyek akár a szinodalitás, akár az egyház szentségei, azon belül a Szent Eukarisztia kapcsán fontosak számunkra. Kezdtük a szinodalitással, hiszen Repole professzor előadása elsősorban az egyházi közösség ilyesfajta átszervezését, megszervezését, a széleskörű konzultációt emelte ki, és mindezt kapcsolatba hozta az eukarisztiával. Míg a második előadás, amelyet családi okok miatt távol lévő barátunk, professzor ismerősünk, a Rómában élő Stefano Parenti tartott online, illetve egy nekünk küldött előadással, kifejezetten a Szent Liturgia, az Eukarisztia gyümölcseiről, hatásairól szólt, hogy miként is vesszük magunkhoz a Szent Lelket és a Szentlélek ajándékait minden egyes szent áldozás során, hogyan gondolta ezt annak idején a Szent Liturgia egy-két nemes szerzője, többek között Nagy Szent Bazil, vagy éppen Aranyszájú Szent János. A kijevi ukrán nagyérsek a szinodalitásnak a gyakorlati vonatkozásait mutatta be, hogyan szervezik ők, mint nagyérsekség 52 püspök közösségében a saját évenkénti nagy szinódusukat, hogyan oldják meg ezt egy pandémia hosszú időszakában, amikor nem lehet fizikailag összehozni 50 különböző országban élő püspököt, hogyan szervezik az állandó tanács működését, és miként tervezik egy olyasfajta zsinatnak az összehívását, amely nem csak püspököket, hanem világiakat is képvisel. Hogyan képviselik a püspökök egyházmegyéiket, híveiket az évenkénti rendes szinodális üléseken, hogyan képviselik saját tartományi üléseiken, a metropóliai szinódusokon, és milyen módon ad lehetőséget egy általános ukrán szinódus vagy zsinat a lelkipásztori kérdések megoldására, illetve tovább gondolására. Sefcsuk érsek elmondta azt is, hogy miként született meg 10 évvel ezelőtt az ukrán katolikus egyház katekizmusa, milyen kapcsolatban áll ez a vaskos könyv a katolikus egyház katekizmusával, amelyet kiegészít, illetve helyre alkalmaz, és hogyan lett ebből ifjúsági katekizmus az elmúlt év során, amikor a pandémia őket nem a bezárkózásra, hanem épp az ifjúság felé való nyitásra késztette. Minden saját jogú egyház beszámolt a pandémia kihívásai kapcsán hozott
kényszerintézkedésekről, amennyiben ezek a Szent Liturgiát, a Szent Eukarisztiát is érintették, hogyan valósult meg a pandémia előtt a kisdedek áldoztatása, milyen módon sikerül visszatérni a beavató szentségek egységes kiszolgáltatásának a korábbi ősi gyakorlatához, tehát hogy a keresztségbérmálás immár az első szent áldozással is együtt járjon. Hogyan valósult ez meg a különböző sajátjogú egyházakban, és milyen intézkedésekkel sikerült méltó módon folytatni a szent liturgiát a pandémia által ránk kényszerített korlátozások idején, vagy módján is, hogyan tudták a hívek szájával eljuttatni azt a szent eukarisztiát, amely ősi hitünk és antiókiai Szent Ignác megfogalmazása szerint a halhatatlanság gyógyszere, tehát legalább annyira fontos, mint bármely más gyógyszer, amely ilyenkor járvány idején a gyógyszertárakban fellelhető volt, és a püspök atyák tudatosították, hogy az állami beavatkozások és korlátozások ellenére is harcolniuk kellett volna, vagy kell azért, hogy legalább annyira nyitva legyenek a templomok, legalább annyira folyjon a Szent Liturgia, mint ahogy a gyógyszertárak nyitva vannak és üzemelnek. A nagyérseknek a szinodalitásról szóló előadása gondolatébresztő volt számomra, hiszen azután, hogy tegnap a Vatikán sajtónyilatkozatban is közzétette, hogyan indul egy hónap múlva, másfél hónap múlva a szinodális folyamat minden egyházmegyében, valóban kaptunk jó tippeket a nagy szinodális folyamatokat már évtizedek óta folytató ukrán nagyérseki egyháztól, de azt gondolom, hogy a tegnapi tapasztalatcsere is nagyon fontos volt, amikor más egyházaknak a hirtelen született vagy átgondolt megoldásait tudtuk egy fél nap alatt áttekinteni. Persze a személyes beszélgetések is rendkívül hasznosak voltak, hiszen a kongregáció illetékes titkárától kezdve a kelet-európai helyi egyházak vezetőig, helynökeiig mindenkivel találkoztunk, akik most görögkatolikus szempontból alakítják Kelet-Európa katolikus arculatát. Orosz Atanász püspökatya által említett előadások, tanácskozások mellett a találkozó napjait különösképpen délutánonként különböző vallási és kulturális eseményeken való részvételi lehetőségek színesítették a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus programjaihoz is kapcsolódva. Az Istenszülő születésének ünneplése, mely az európai keleti katolikus püspökök találkozójának zárónapja is volt egyben, a gödöllői görögkatolikus templomban végzett vecsernyével kezdődött szeptember 7-én este. A lítiás alkonyati istentiszteletet magyarul végezték. Egyes részeket azonban a vendégpüspökatyák énekeltek arabul, ukránul és szlovákul. Ebben a szertartásban hallgattuk meg József Apszi Melkita pátriárka tanítását és gondolatait. As we come from different parts of the world to be assembled around the Lord's
altar, unifying our hearts and harmonizing our voices that chant in various languages and tones to create one harmonious symphony with which we glorify our Lord Jesus Christ, risen from the dead and present here and now in the Eucharistic celebration, calling upon him and saying with the motto of the Congress, all my springs are in you. Hatalmas a boldogságunk, hogy a világ különböző részeiről érkeztünk, hogy az Úr oltára köré gyűjjünk, egyesítve szívünket és összehangolva különböző nyelveken és hangokon éneklő hangjainkat, hogy egyetlen harmonikus szimfóniát alkossunk, amelyet dicsőítjük a mi Urunkat, Jézus Krisztus, aki feltámadt a halálból, és jelen van az eukarisztikus ünneplésben, akit segítségül hívunk a kongresszus mottójával, minden forrásom belőled fakad. Az eukarisztia bemutatásakor halljuk, ez az én vérem, amely sokakért kiontatik. A sok itt mindenkit jelent. Amikor a mi Urunk Jézus ezeket a szavakat mondta, látta, mint mindig, az összes éhező és fáradt ember, akiknek nincs otthonuk, nincs élelmük, nincs jövedelmük, nincs gyógyszerük. Látta azokat az embereket, akikről azt mondta, megsajnáltam ezeket az embereket is. Azt mondta nekik, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ezekre az emberekre gondolt, amikor a szent áldozás szavait mondta. Ha belegondolunk abba, amikor magunkhoz veszük Jézus Krisztust, a befogadás aktusa, ez az Úrral való közösség nem csak a bűnök bocsánatára és az örök életre szól, hanem egyben felhívás is, hogy minden embert bevonjunk az üdvösségbe. Ez a közösség nem pusztán egy olyan cselekedet, amely csak ránk korlátozódik ezen a helyen és ebben a pillanatban, amikor az eukarisztikus liturgián vagyunk, nem csak azért adatik, hogy mi élvezzük gyümölcseit, ez valójában olyan cselekedet, amely választ követel tőlünk. Megköveteli, hogy lépjünk a másik felé, hogy szolgálatára legyünk a másik embernek. Amikor Krisztus testét és vérét vesszük, mi is testté válunk, amelyet másoknak kell adnunk. Talán ezért van az, hogy János evangélista az asztal szolgálatában az eukarisztia szimbólumát látta, és a kenyértörés a lábmosással helyettesítette. Tudta, hogy az eukarisztia az Isten végtelen szeretetéből fakadó szolgálathoz vezet. Tudta, hogy a lakoma megosztása az egyházi közösséghez és végül az emberi közösséghez vezet. Ez az, ami láttatja velünk, hogy az eukarisztikus liturgia az emberi testvériség építésére szolgál. Ez készítette őszentségét Ferenc pápát arra kijelentésre, hogy az eukarisztia a szeretet és a szolidaritás iskolája. Az eukarisztikus kongresszus során arra kaptunk meghívást, hogy emlékezzünk a fentiekre, és hallassuk az elszigetelt és magára hagyott emberek hangját, akik egyedül szembesülnek a kizsákmányolással, a megaláztatással és mindenféle erőszakkal. Az eukarisztikus kongresszus első számú célja az eukarisztia imádásáról való prédikálás, akkor ezt nem tehetjük meg anélkül, hogy ne törődnénk az elesettekkel, hogy ne ülnénk velük, ahogy Krisztus rendelte, amikor megsokszorozta a kenyeret, hogy ne adnánk nekik enni, és ne biztosítanánk számukra menedéket, és végül, hogy ne vinnénk el nekik Krisztus békéjét. Békével távozzunk, hirdeti a celebráns a liturgia végén. Ha nem azokhoz mennénk, akiknek békére van szükségük, akik fáradtak és akik félnek, akkor kihez menjünk el? Vajon az a célunk a kongresszuson, hogy Krisztus jelenlétéről beszéljünk az eukarisztiában? Vagy az, hogy ezt a misztériumot átültessük a cselekvésbe, és Krisztus gyógyító munkáját folytassuk? Tudnánk-e úgy részesülni az eukarisztiában, hogy nem hordozzuk a szenvedők hangját, és nem emeljük fel őket Krisztus áldozatával? Úgy szenvednek, mint ő, sőt,
talán még jobban is. Ők az ő csontjai és teste, ahogy Szent Pál mondja. Van egy kevésbé ismert mondásunk, amely meglehetősen fontos. Így szól. Az eukarisztia és az emberi szenvedés között szoros kapcsolat van. Az eukarisztikus liturgia olyan iskola, amely lehetővé teszi számunkra, hogy képezzük, érzékenyítsük látásunkat, hogy aztán fel tudjuk használni azt, amikor a szegényekkel foglalkozunk. Mi, akik a világ minden tájáról eljöttünk, hogy az eukarisztiát ünnepeljük, a 87. Zsoltárral együtt valljuk, minden forrásom belőled fakad, vagyis minden forrásom az eukarisztiában van, az eukarisztia vételekor, a Krisztussal való egyesülésünkben megtapasztaljuk azt a születést, amelyről János beszél evangéliuma elején. Istentől születünk, így egyrészt az ő fiaivá és leányaivá, másrészt egymás testvéreivé válunk. Ezt a tényt kell sajátos módon megélnünk ezen a kongresszuson. Én is olyan országból jöttem, amely sok más országtól eltérően elszigeteltségtől és gazdasági szankcióktól szenved. Értük adta Krisztus az ő testét és vérét. Róluk mondta nekünk, nyugalmat adok nekik és táplálom őket. Ők is arra vágynak, hogy lássák az átok feloldását, az áldások túláradását, a halál megtörését, és hogy énekeljék ebben az ünnepi, ennek az ünnepnek a tropáriát. Vágynak arra, hogy a gazdasági szankciók és az elszigeteltség átkát feloldják. Vágynak arra, hogy lássák, hogy joguk van áldásban, jóságban, örömben és békében élni. Vágynak arra, hogy normálisan éljenek, anélkül, hogy mindenkor és mindenhol a halált kelljen megtapasztalniuk, akármilyen formában is érkezik az. Ez azoknak szól, akiknek Krisztus azt mondta, kegyelmet keresek. Ezen az eukarisztikus kongresszuson aranyszájú Szent János egyik mondása jut eszembe, azt mondja, akik megérintették az ő ruhájának szegélyét, azok megkapták az ő kegyelmét. Mennyivel nagyobb kegyelmet kell kapniuk azoknak, akik teljesen magukhoz veszik őt. Az Úr Jézus teljesen magunkhoz vettük, nekünk kell odaadnunk őt a világnak, nem pedig megtartanunk magunknak. Imádkoznunk kell Istenhez, hogy a kongresszus imával együtt kell mondanunk, és a kongresszus imával együtt kell mondanunk, mennyei atyánk, minden életforrása, te adj nekünk bátorságot, hogy Krisztus erejét és örömét az egész világba vigyük. A homília végén szeretném megköszönni az Úrnak minden áldását. Az az áldást, hogy itt lehetünk ebben a városban, itt lehetünk ebben az országban, ahol Isten sok barátot adott nekünk, akik segítenek nekünk a jó harcban. Hozzád születésen Isten színűzés, örömet hirdetett az egész világnak, mert belőled tündök lett föl az igazság napja Krisztus Istenünk. Ilyen körülvén az átkot áldást hozott rá, és megfiúsítván a halál, örök életet ajándékozott nekünk.
készült a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával.